Köszöntelek! Olyan csodálatos jelenségeket fogok bemutatni neked, amelyek működése a szunnyadó tűzhányókhoz köthető, a vulkáni utóműködésekről lesz most szó. A vulkáni tevékenység során a Föld belsejében lévő izzó kőzetolvadék a felszínre jut. A vulkánok működése azonban időszakos. Aktív tevékenységük szüneteiben, vagy működésük végleges megszűnése után még hosszú ideig előfordulhat vulkáni utóműködés. Ez megnyilvánulhat gőz, gáz vagy meleg víz kilövelésekben. A vulkáni utóműködés mindaddig tart, míg a vulkáni fészek hőmérséklete a környezeténél magasabb. Most nézzük, milyen vulkáni utóműködések fordulnak elő. A szulfatára elnevezés a latin sulfaterrából származik, jelentése kénes föld. A Nápoly melletti kéntől sárgáló szulfatára kráterről kapta a nevét. Hőmérséklete lehet 200, de akár 400 Celsius fok is, kénvegyületeket tartalmazó kigőzölgés. Egyes szulfatárákban olyan nagy mennyiségű kén rakódik le, hogy az már gazdaságilag is hasznosítható. A fumarola neve a latin fumus, vagyis füstszóból származik. Hőmérséklete a szulfatáránál jóval magasabb, elérheti a 900 Celsius fokot is, főleg vízgőzből álló kigőzölgés, amelyekben különféle vegyületek, például nátriumklorid vagy káliumklorid található. A mofetta olasz szó bűzös kipárolgást jelent. Lehet száraz vagy nedves mofetta, hamarosan megnézzük a különbségeket, az azonban közös bennük, hogy hőmérsékletük 100 Celsius fok alatti. A tóriai büdös barlangban száraz mofetta található. A kiáramló gázokban lévő génhidrogénből termésként csapódik ki a barlang falakra. Ez jelzi egyben a gáz szintjét is. Ez alá tilos lehajolni, mert életveszélyes. Ugyanakkor a gázokban olyan egészségre jótékony hatással lévő anyagok is vannak, amely lehetővé teszi, hogy akár többnapos kúrát is vegyünk itt a barlangban, természetesen az óvintézkedések betartásával. És akkor lássuk a nedves mofettát, amely szénsavas vizet ad. Erdélyben borvíz, a felvidéken pedig a csevice a neve ennek a savanyú víznek, és azt kell tudni, hogy Magyarországon is vannak ilyen csevicék, például a Cserhátban vagy a Mátrában, amelyek a miocénkori andezit vulkánossághoz kapcsolódnak. A gejszír a vulkáni utóműködés leglátványosabb fajtája, mely időszakosan feltörő szökőhéjforrás. Névadója az Izlandon található gejszír névre hallgató feltörés. Ezen a képen az amerikai Yellowstone Nemzeti Parkban található Old Faithful nevű gejszírt láthatod, de hasonlóak találhatóak Izlandon és Új-Zélandon is. A gejszír működési elvét először a német származású Robert Wilhelm Bunsen írta le. Magyarországon is működtek egykor gejszírek, maradványkúpok megtalálhatók a Mátra déli részén, Gyöngyös környékén, vagy a Tihanyi félszigeten. Hogyan is működik a gejzír? A kőzetrepedésekbe került víz forráspontja fölé hevül, majd hirtelen egy gőzoszlop lövel a magasba. A lehűlő víz azután visszahull a repedésekbe, és a folyamat újraindul. A gejzírben a nagy nyomás miatt nem 100, hanem körülbelül 120 Celsius fok a víz forráspontja. Itt az Izlandon található Strokkur gejzír kitörésének lépéseit figyelheted meg. És van még egy érdekes vulkáni utóműködés, ez az Iszap vulkán vagy Iszap fortyogó. Ezek ott alakulnak ki, ahol a vulkáni kitörések által szétrobbantott kőzetek porából nagy mennyiségű, sáros, híg iszap gyűlik össze. A mélyből felszivárgó gőzökkel és gázokkal az iszap állandóan telítődik, majd kiszabadul. Ilyenkor a kis iszapkráterből az iszap kifröccsen, és a magasba szökik. Ilyen jelenség figyelhető meg például Erdélyben, a Kovásznai pokolsárban.
Ezzel a kamcsatkai iszapfortyogóval búcsúzom, köszönöm a figyelmedet. Itt következnek a felhasznált források.